Spartacus Deac összecsapás következik. Agyas, Svedjuk, Szokol, Papucsek, Galambos, Márkus, Paku, Gresú, Kalocsai, Hamed és Hornyák. Hornyák Marcell tehát visszatért. Míg a másik oldalon Zöldesi, Nagy Zoltán, Szabó Orosz, Soltész, Spitzmüller, Pap, Sándor, Berecki, Kundrák és Sármány. Ez Sándor Tamás együttese. Jön a betett labda, ez így lövőhelyzet, Gresó vállalja el, és gól! Megszerzi a vezetést a Nyíregyháza, Spartacus a harmadik percben, Gresó Mátyás góljával. 1-0 arányban vezet a Nyíregyháza, Spartacus csapata, a gólszerző 19-essel, Gresó Mátyás. Remekül kezd a Nyíregyháza, éles volt a szög, elvállalta, ott takarásban volt, ott volt egy védő Zöldesi, nem sokat láthatott belőle, és a labda az alsó sarokban. Hamed, nagyon jó a csele. Hamed, ellövi ő is, Zöldesi fogja. Nézzük most Paku szabadrúgását. Ott a fejes, nem is volt az bizonyan rossz. Gresó, ez remek labda. Jó a beadás is, és Zöldesi húzza le. Papucsek. Hamed kapja vissza Hornyáktól, ügyes összjáték, eddig nagyon szép, Paku dobja ki oldalra, az eddigi legformásabb akció, jön a beadás, ott a fejes, kapufa! Gresó bólintott, majdnem megduplázta előnyét a Nyíregyháza. Hamed szépen veszi le, Hamed, ez ott a lövőhelyzet, Hamed lő, óriási gól! A 21. percben Hamed Yassin leveszi, majd egy óriási gólt lő. Hát jól játszik Aspari, és 2-0-ra vezet. Abszolút megérdemelten. 21. percében megduplált előnyét a Nyíregyháza, Spartacus gólszerző 30-assal, Yassin Hamed. Hajrá, Aspari! Hamed labdát szerez, majd el is indul Hamed. Hamed ellövi, és elgurul a kapu mellett. Jó a kiugratás, Hornyák mehet egyedül. Hornyák, egy védő van vele szemben, Hornyák ellövi, Zöldesi nagyot véd. Gresó, ez lecsúszott, viszont így még jó lehet. Paku lő kapásból megpattan, és Zöldesi fogja meg. Ügyes összjáték, Hornyák, de középre. Ez is jó, Hamed elcsavarja, alig mellé. Középre. Hornyák ráfordul, ellövi, Zöldesi fogja. Ez pedig egy remek labda. Gresó veszi le, ott van Kalocsai, Gresó lőfordulásból, Zöldesi ezt is fogja. Szabad ember a jobb oldalon, ez Hagyasi. Kicsit egymást akadályozták most a debreceniek, ez viszont így lassan a helyzet, de Papucsek belenyúlt a labdába. Hamed jól készíti le, Gresó, ez pedig így szöglet. Véget ér az első félidő, 2-0 az állás. Kalocsai próbál lefordulni, Kalocsai, és aztán elindulni. Nagy nehezen megtartja a labdát, közben vissza is húzták. Ez jó beadás, és les volt. Gresó elcsípi a labdát, ez így jó. Hornyák még egyel tovább Hamedhez. Hamed is befelé futott, nem értették meg egymást Hornyák, ahol... Hagyas fogja. Nézzük közben Starostát, ez most fontosabb. Starosta helyzetben, Starosta lő, Zöldesi! Nagy zicser. Na nézzük Zamosnit. Elindul bent középen, Gresó várná a hosszú oldalon. Zamosni szép cselek után adja be középre, és majdnem öngól. Hát veszélyes volt Sárosi megmozdulása. Most helyzet a Deac előtt, vagy lehetőség. Fogja a labdát, Fagyas. Sándor Tamás tette ki oldalra. Székely veszélyes beadása, és mehet tovább, Szidibe esett el. Ment Papp fejese.
Starosta indul el. Starosta akár el is lőheti, ez is jó így. Még egyel tovább, és az utolsó pillanatban Hamed és Zamosnyi erről a gólvonal erről vágták ki a debreceniek. Most pedig jöhet a szöglet. Pafucsek rúgta fölé. 75 perc telt el a találkozóból. Jön is Pafucsek felé, ezúttal meg mellé fejel. Ugyanoda jött megint, itt most talán szorongatottabb helyzetben volt. Belül az utolsó 10 percen jön egy szabadrúgás, ott a fejes, és Zöldesi fogja meg. Gresó lecsap a labdára, és Gresó mehet zicserben Zöldesi vele szemben. Gresó inkább önzetlenül megpróbált az Amosnit megjátszani. Hát, talán jobb lett volna, hogyha Gresó befejezi egyedül. Kattog a labda. És sikerül le onnan eltakarítani. Starosta nem a legjobb helyre. Jó sávos időt. Bent középen várná Starosta. Jön is át a hosszú oldalra. Ott van Zamosnyi. Zamosnyi csavar, Zöldesi véd nagyot. És aztán Zöldesi másodszor is. Nyíregyháza megoldja kicsiben. Zamosnyi eltalál egy Deac játékost, egy lövés, ami aztán mellé megy. Gresó próbálkozása, itt a vége. 2-0-ra nyer a Nyíregyháza Spartakusz a Deac ellen.